olyat láttam, aki nagyon-nagyon durván volt függő. Tehát, hogy majdnem remegett a játékért, a pókerért. Szexádon is vezetett pókertermet, és ő maga is sokat játszott. Gál Péter ismert olyan pókerest, aki eladta 1 millióért a tanyáját, és még aznap eljátszotta ezt az összeget. Többen nem is tudtak megállni a lejtőn, végül öngyilkosok lettek, mondja. Az első körben azt mondják, hogy a szerencsejátékosok 75%-ban nyernek, tehát a függők. Ugye az első körökben nyernek, majd utána pedig ezt az érzést, ezt az adrenalin többetet szeretnék visszakapni, és másnap is visszavennek. És ugye természetesen nem fognak mindig nyerni, úgyhogy ezáltal elkezdenek minden jobban lecsúszni. És a nagyon-nagyon függők, ők ezt a remegést, ezt a pókeres nyelven szoktuk mondani, ezt az adrenalin többetes remegést akarják visszaszerezni. Kálóci Andrea, a szexádi révszenvedélybeteg segítő szolgálat vezetője több játékfüggővel került már kapcsolatba. Körükben gyakran tapasztalta azt, hogy nem csak a játéktól, hanem az alkoholtól is függtek. Ez a kényszeresség megvan-e? A munka, szabadidő, társas kapcsolatok rovására is játszik-e valaki? Akkor is játszik-e, amikor már tudja, hogy ez probléma? Tehát látja, hogy ennek a következménye, hogy pénzt veszít, hogy megromlanak a kapcsolatai, hogy ő rossz hírbe kerül, hogy tartozásai vannak. Vagyis a szenvedélybetegeknél a játék, legyen az póker, kaparós sorsjegy vagy videójáték, elsőbséget élvez az élet más területeivel szemben. Az Egészségügyi Világszervezet éppen ezen kényszeres viselkedés miatt sorolta a játékfüggőséget a mentális zavarok közé. A Világszervezet új útmutatója, ami leírja a betegségek kódjait, jeleit, szimptomáit, várhatóan még az idén megjelenik, és azt a kutatók használják majd a betegség nyomon követéséhez és diagnosztizálásához. Szakemberek szerint ez azért is fontos, mert így több lehetőség nyílik a speciális kezelésekre.